Sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és röpke gyorsan felveszem ezt a videót, mert van itt ez a téma, amiről beszélni szeretnék, és utána elugrunk egy kicsit kirándulni, nem nagyon messzire, Hakone, nem tudom, hogy a Fuji-ig el tudunk-e menni, mert ott már minuszok vannak, és lehet, hogy le van fagyva az út, úgyhogy majd meglátjuk, de lényegében egy kicsit kimozdulunk, viszem a fotomasinériákat is, és készítünk pár fotót. Majd megpróbálok egy kis videót összehozni. Majd meglátjuk, hogy jön össze. Na mindegy! Van itt ez a téma, és ez a pénzről szól. Ezt így mutatják egyébként Japánban, ha valaki nem tudná. Ha ezt látjátok, akkor ez nem a a buddha meditációs póznak is az egyik formája, és így mutatják a pénzt. Így. Gondolom, hogy ez onnan jön egyébként, hogy a kerek, a coin, tehát a fémpénzekből, így, de mindegy. Ezt is tudjátok már. Nos, vannak itt nem kimondottan egy embert szeretnék bereagálni, vagy ilyesmi, hanem szoktam látni, és hogy miért tartom fontosnak, először is ezt leszögezem, hogy az ilyen jellegű videókra miért van szükség, amit most itt elkészítek, mivel hogy az embereknek a véleménye formálja a saját véleményedet is, nagyon sok esetben. És ha nagyon sokan így adják be, akkor az elhúzza az embernek a véleményét is. Tehát nagyon sokan nem szeretnek egyedül véleményt alkotni, és kiállni amellett kőkeményen, pedig az lenne az ideális, hogy úgy mondjam, hogy megvan a saját véleményed, és teljesen mindegy, hogy honnan milyen információt kapsz, a te véleményed az igazándiból, ha kőkemény, szilárd véleményed van valamiről, akkor az nem változik. Na jó, nekem is vannak olyan dolgok, amikben igen, tehát, de ez nem az élet felfogásommal kapcsolatban, hanem ja, például egy kamera. Valaki azt mondja, hogy meg vagyok róla győződve, hogy ez egy szar, és nagyon sokan azt mondják, hogy nem, ez nem annyira, hát nézd meg itt ezekben a dolgokban, nagyon, és akkor áthajlok arra az oldalra, de vágjátok, hogy miről van szó. Tehát itt az én véleményem a pénzről. Nagyon sok esetben látom azt, és ténylegesen sok esetben látom azt, hogy az emberek szégyellik azt, amiük éppen van. És mindenféle mentegetőzéssel, és ez egy furcsa dolog. Tehát, hogyha valaki önmagáról egy olyan képet alkot, és én voltam nagyon szar, nagyon-nagyon szar, nagyon-nagyon lent, nagyon-nagyon nem volt pénzem, se tudtam, mit fogok enni holnap, de ettől az, hogy az önmagamra látásom, hogy milyen volt, az nem igazán változott. Tehát nem éreztem magam kevesebbnek azért, mert éppen akkor kevesebbnek érezném magam, ha ez inkább a tetteken múlik. Hogyha valami olyat teszek, ami nem tudom, ami nem igazán frankó, és ezt utólag be is látom, vannak ilyen dolgok, mindenkinél vannak ilyen dolgok, azt attól kevesebbnek érzem magam, hogy na jó, most nem volt szép dolog, de az anyagi dolgok, és az, hogy éppen mi vesz körül éppen akkor, mert ez mindig változik, attól, hogy úgy attól helyezd magad a ranglétrán valahova, az eléggé keserves. És vannak emberek, és lesír, tehát még nem is arról van szó, hogy nem sír le, hanem lesír, ténylegesen lesír. Tehát van egy olcsóbb autója, amivel nincs gond. Tehát még egyszer mondom, ezzel nincs gond. Ott kezdődik a gond, amikor elkezd mentegetőzni, hogy én is vehetnék drágábbat, de megtehetném, ha akarnám, stb. Ezt a szargagyi szart, és ezzel tesz magának igazándiból az ember ilyenkor rosszat. Tehát amikor ezeket kimondja, akkor már is látszik kívülről is, hogy igenis szeretné, ha jobb lenne. Szeretné,
ha azt megvehetné, szeretné, ha, de nem veheti meg, és ahelyett, hogy ezt nyíltan kimondaná, hogy oké, és kacok, nekem ennyire telik, ez van, és akkor mi van? És mi változik akkor? Tehát ez itt a nagy kérdés, hogy mások szemében, hogy többnek szeretne valaki látszani, és kimondja azt, hogy de ettől senki nem lesz több, vagy kevesebb. Bum! Tehát ez látszik, hogy számít annak az embernek, másképp nem mondaná ki. Nos, és ez gagyi. Ez is gagyi. Ez valami olyasmi, mint a múltkor vettem a Sigma 14-24-es objektívet, és beszéltem róla, hogy a Sonynak is van egy még szélesebb 12-től 24-ig, az is 24-ig, és dupla annyiba kerül. És mekkora gagyi szar lenne, ha azt mondanám, hogy ja, megvehettem volna, ha akarom. Oké, nem azt mondom, hogy nem. Tehát, ha nagyon-nagyon akarnám, oké, megvehetni, de nem. De mégsem. Tehát a jelenlegi körülmények között, és ami amit a pénztárcám megengedhet magának, ahhoz képest nem. Mekkora egy gagyi szar, hogyha azt mondom, hogy ja, megvehetném, ha akarnám, csak nekem ez az olcsóbb, ez éppen jobban tetszett. Egy szart! Ezt a szart! Ó! És ez a vicc benne az egyébként, hogy ezzel mások szemében igazándiból ki a szart érdekel? Mennyiszer használom a szart? Tehát ez az igazság. Tehát ezek az emberek azt hiszik, hogy ezzel, hogy ezt most kimondták, hogy oké, például vett egy használt autót, egy használt Fittet, ami nagyon olcsó, és leszarozza például a Priuszt, hogy az a kis szutyogszar szappantartó, én azért nem olyat vettem, mert nekem a Fit az jobban tetszik 20 forintért. Nem! Szutyogszarra volt pénzem, ez van, skacok! És akkor az sokkal szerintem őszintébb, és nem tudom, hogy minek ez a vettem nagy házat is. Persze nem mutatja meg az ember. Meg van 20 Rolex, van ilyen, de itt Japánban is vannak ilyen emberek, ne ijedjetek meg. Van egy srác, aki tele nyom ezerrel, hogy ja, rajtam volt a Rolex egyszer, és mutasd már meg, és megmutatom neki. Igen, nekem is van 3 otthon, de egyszer nem láttam rajta. Minek? Kinek? És akkor abból most ettől nekem egyébként az emberek kevesebbek lesznek a szememben, amikor így olyan dolgokat próbálnának kivetíteni, ami nem igaz, mert nem őszinte, mert hazudik. Fütyül és hazudik. Szutyog szar. Ezt a Mucsin mondta, nem? Én tőle idézek. Tehát, minek? És ha nagyon sokan így hozzák a formát, akkor képesek az emberek behatárolni önmagukat is egy ilyen karakteri körülményekbe, és próbálnak többet mondani, mint ami. Minek? Minek? Mi a szarnak? Tehát én erre szeretnék kitérni, hogy mi a szarnak? És elmagyarázzák az emberek, hogy nekem azért nincs Gucci pólóm, mert azt a pénzt másra költhetem, a családra, meg ilyenek. Elmondom azt is, hogy aki Gucci pólóban jár, az nem azért jár Gucci pólóban, mert az összes megkuporgatott pénzéből vett egy Gucci pólót. Bár lehet, hogy ilyen is van, de többnyire nem. Hanem, tehát nem arról van szó, tehát ezzel el is mondja az emberke igazándiból, hogy vagy erre költi, vagy arra. Ez nem erről szól, a Gucci, Biton, Ferrari, Porsche, Lamborghini, 600 milliárdos házak, stb. Nyaralók, az nem arról szól, hogy az életed vagyonát beleölted egy Gucci pólóba és feszítesz benne. Hanem arról szól, hogy igen, megteheti a családjára is, a szép vacsorákra, a mindenre, és teljesen nyugodtan vesz egy Gucci pólót. Ami nem fog neki megérződni igazándiból sehol. Itt erről van szó. Tehát az elme zavar is van a fejben, tehát ezek az emberek azt hiszik, hogy most kenyeret veszek, vagy Gucci pólót. Tehát kifizetem a villanyszámlát, vagy veszek egy márkás cipőt.
De nem, inkább veszek egy olcsóbb cipőt, és a villanyszámlát fizetem ki. Egyértelmű, tehát nincs rá pénze, hogy egy, és ezzel nincs is gond. Ott van a gond, hogy ezzel magyarázkodik, és elmagyarázza igazándiból, hogy ő miért ezt választja. Ez annyira ciki, annyira égő, ez annyira szar. Bestukkolok mindjárt itt valamibe. Tehát, és az anyagi helyzet, az akár hiszitek, akár nem, jó, ha van, tehát ez is egy szarduma, hogy nem számít, de a szart nem számít, meg akarok venni egy jó fényképezőt például, és ja, sírok, mint egy kisgyerek, hogyha nem kapom meg gyorsan. Hogy igen. De ha a körülmények rákényszerítenek, akkor viszont megtalálom az élet értelmét, és az életben én boldog tudok lenni, ha kimegyek egy patakpartra is. Olyan boldog tudok lenni, mint az állat. Ezt a kettőt kötöm egyébként össze, tehát ezért szeretek fotózni, hogy kimehessek a természetbe, és igazándiból a lényege az, nem az, hogy készítsek róla egy képet. De ha már ott vagyok, akkor összekötöttem egy olyan hobbival, ami. De ha nem lenne, az se lenne baj, ugyanúgy kimennék a természetbe. Régen is ugyanúgy kijártam. És nem volt ott semmi gond. Amikor olyan időszakaim voltak, hogy nem volt rá, hogy akár még, ja, hogy még a telefon sem volt nálam, hogy azzal készítsek. Na jó, de volt olyan is. Oké. Tehát erre szeretnék így összpontosítani, hogyha valakinek nincs, akkor az nem gáz. Az ténylegesen nem gáz. Az a gáz, amikor meg akarja mutatni, hogy van, de nincs. Az gáz. Az a gáz, az szar, az ciki, az égő. Az olyan kellemetlen, az én szerintem. De sokaknak a fejében ez másként működik, úgy néz ki. És itt van egy ilyen mondás is, és ez ilyen kis hazugságok, tudom, hogy nem ártanak senkinek, de mégis van egy mondás Japánban, hogy a hazug emberből, várjatok, most elfelejtettem, hogy is van, de összeköttetés van a hazugság és a tolvaj között, tehát a hazug emberből előbb-utóbb tolvaj is lesz. Tehát ez egy, nem egy olyan. És a hazudozás rutinossá válva, az viszont már eléggé para. Tehát az már tényleg, attól már kevesebb leszel. Tehát ezek az emberek, ugye, nem leszel se több, se kevesebb, hogyha Gucci póló, meg ilyenek. Nem, attól nem, de attól, hogy hazudsz, attól igen. Attól leszel kevesebb. Tehát ez azért, ezt jó fejben tartani. Tehát a hazudozás, és az, hogy valakinek mennyie van, vagy nincs, az két különböző dolog. Tehát szerintem erre érdemes odafigyelni, és pluszba, tehát az ilyen szutykokat, akik viszont ténylegesen arra alapozva, és hát arra azt szem előtt tartva ítélik meg az embert, hogy mennyie van, vagy nincs, szutyok, szar, kerüld el. Tehát, hogyha valaki lenéz azért, mert neked nincs, nem Gucci pólóba vagy, menj anyádba. Ennyi. Igazán mi volt. Tehát ezt most ténylegesen konkrétan nem egy szép szavat használtam, de így van. Tehát válogassuk meg akkor a barátainkat, mert ki a szarnak hiányzik az, hogy valaki lenézzen azért, mert az amit van. És mi akkor majd holnap, hogyha több lesz, akkor majd felnéz rád. Ez is mekkora szar. Ez körülbelül olyan, mint a YouTube nézettség. Azért néznek fel valakire, mert de sokan nézik. Amikor meg nem nézik, akkor meg jaj, szutyok, szar vagy. Tehát ez egy ilyen hullámvasút. Ugyanúgy az anyagi helyzet is. És tényleg olyan barátokat szeretne az ember maga mellé, akik ezt tartják szem előtt. Az nagyon-nagyon karcsú. Az nagyon-nagyon... Tehát... És még mindig tart az allergiám, skatszerek. Úgyhogy már lassan benne vagyunk a télbe.
De itt ez összefügg egyébként azzal is, hogy valaki kérdezte, hogy mi a francot csinálunk földművesként így a télbe belenyúlva. Apám, itt igazándiból még ilyen napközben, itt ahol mi élünk, 10 és 20 fokok között vannak. És télen is betakarva, tehát kint is nem csak a fólia, egyik az, hogy a fóliaház volt, hogyha nézné az ember a csatornámat, akkor rájönne, hogy paradicsomot termesztünk, és már elültettük őket, de úgy néz ki, hogy eddig nem jutott el. És a másik fele meg az, hogy kint is a szabad földön el van ültetve a brokkoli, cauliflower, a kebec, káposzta saláta lesz. És igen, ezeknek mind gondjukat kell viselni, répa, retek, leveles zöldségek, tehát soska, spenót, itt nem tudom magyarul, hogy hívják, karasina, wasabina, meg ilyenek. Tehát ilyen leveles salátának valók, gazolni kell, nagyon-nagyon keményen rajta vagyunk a jó pofiságon. Babokat elültettük egyelőre ezekbe a kis cserepekbe, aztán majd át kell kikerültetni a szabadba, stb. Tehát a földműves meló az nem olyan, hogy télen, hanem az egész évben egy körforgás. Tehát igen. Nos, lényegében ennyi. Én csak azt tudom mondani, hogy az ilyen emberekre szarjatok rá nyugodtan. Tehát aki ilyen álcába szeretné beburkolni saját magát is, mert az egy tanítás igazándiból, az egy példa, hogy hát pontosan, hogy ez a példa, ez benne a gáz. Tehát én erről szeretnék beszélni, hogy és amikor ezt valaki észre is veszi, hogy hát itt ilyen világban élünk, hogyha nincs, akkor magyarázkodni kell, hogy megtehetném, minek hazudozni? Hagyjuk már abba. Körülbelül olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy azért vettük a Priuszt, mert vehettem volna Ferrarit is. Szart, nem vehettem volna Ferrarit. Még egyszer mondom, ha nagyon szerettem volna, hogy rányomhatnék egy, nem tudom én, 10 éves kölcsönt, és akkor köhögve, prüszkölve, úgyhogy különböző dolgoknál nélkülözve, ugye, akkor vegyünk szarabb minőségű húst, meg tejet, meg stb. Mert azért az ilyen dolgokra ugye szeretünk költeni, hogy legyen minőségi kaja az asztalon, stb. Kifizettük a villanyszámlát, adót, mindent, és ami maradt abból, ha vehetünk ilyen autót, vagy olyant, vagy Gucci pólót, vagy Puma pólót, feszít a zsíros a Pumában, vágjátok. Tehát értjük, hogy miről van szó. Tehát nem arról, hogy a kajából kell nélkülözni. Persze, hogy nem fogok Ferrarit venni. Hát hülye nem vagyok. Hát ennyire hülye szerintem nem sok ember van, de néha van egyébként. Ez is egy furcsa dolog. Erről is lehet külön egy videó, de ez már annyira személyes, és nem igazán szeretném megmutatni, de látok olyan házakat, tehát kutyasétáltatás, stb. És a ház, komolyan mondom, hogy majdnem, hogy rohad. Rohad a ház, és ott áll előtte egy Mercedes, vagy egy BMW. Láttam különböző variációt. Bentley, apám. És nem a szarszutyok fajta, hanem ténylegesen bekóstolták a 30 éves kölcsönt a kocsira. A ház meg le van rohadva. Én nagyon picike. Kis, vagy az röhögtük a feleségemmel. Nem fér be, tehát olyan pici önmagában a telek a házzal együtt, hogy nem fér be a kocsi a saját... Kilóg a kocsi az útra. Illegális az egész. Kihívnám a rendőrt, el kéne adni a kocsiját. Vagy le kéne bontani a házának az egyharmadát, hogy beférjen a saját telkére a kocsi. He, hülye ez? Ilyen emberek. És ezek általában fogják, és kiöltözik, mert kölcsönre vett 20 éves kölcsönre egy öltönyt. Kipittyenti magát, beül a kocsiba. A szomszédokon kívül onnantól már senki nem tudja, hogy ez egy csöves a fickó, kajakra. Amivel nem lenne gond, de ez már nekem itt valahol gond. Oké, ott is azzal, hogy foglalkozzak a saját magam dolgával, mindenki arra költi a pénzét, amire szeretné, persze. Ez a saját okéja. De, ja, és utána elmegy és eljátsza, hogy
És általában nagyon flegmák az ilyen emberek odakint, amikor nem tudja, hogy kiszáll a Bentley-ből apám. Mindenki nyalja meg a cipőtalpat, vagy valami ilyesmi. Mekkora szánalom, szánalom, szar, szutyok az egész. Tehát ez nekem egy olyan fajta... Ez tesz neki boldogságot? Hát, hogyha ettől boldog, utcú neki aranyapám. Csak azt nem szeretem látni, hogyha az emberek szarrá hazudják magukat, kínjukban, mert ez az. És még egyszer mondom, hogy értsétek már meg, hogy az, hogy mi van, meg mi nincs, az nem kínos. Abban nincs mit kínlódni. És aki kínosnak tünteti fel, az szar. Az meg egy szar alak, kerüljétek el. Ilyen egyszerű. Átrágtuk? Átrágtuk. Kommenteljetek! Ha tetszett a videó, akkor passzoljatok egy lájkot, most pedig átöltözöm, és kiugrunk a természet lágy ölében. Sziasztok!